A Szabolcs Néptánc Együttes és a Lajtorjász zenekar produkciója nyitotta meg hivatalosan az 5. Nyírségi Disznótoros Fesztivált és a 21. Nemzetközi Böllérversenyt. Ez évek óta Nyíregyháza első nagy rendezvénye, a hivatalos szezonnyitó, amikor megtelnek a környék szállodái nem csak hazai, külföldi vendégekkel is. Megkóstoltak minden, mert náluk is korábban egyébként a disznó fejnek van egy nagy hagyománya, azt eszik ők is egyébként, és nem annyira idegen, de nyilván az elkészítési módok, a feldolgozási módok, az ízek, azok teljesen különbözőek, úgyhogy látszik, hogy nagyon élvezik, sőt már azt is mondták, hogy jövőre egy új csapattal, egy külön csapattal szeretnének ide a Disznótoros Fesztiválra eljönni és azon részt venni. Fogó pálinkából is sok fogyott a rendezvényen, de a főszerepet természetesen a mangalicából készült ételek kapták. A házigazda sátornál például már napokkal korábban elkezdődtek a munkálatok. A munkát mi már elkezdtük csütörtökön. Elkezdtük 50 kg húsnak a megtöltésével, kolbászt töltöttünk. Pénteken pedig 8 vödör vérből abáltuk, mi hagymás vért árulunk. A toroskáposzta, a hurka, a kolbász, amit árulunk, az már csak ilyen mellékes plusz. Tehát itt nagyon fontos, tehát, hogy nagyon sok előkészület van, folyamat, amit már előtte egy-két nappal meg kell csinálni, hogy tudjuk a vendégeknek prezentálni. Nem csak rutinos versenyző csapatok készítették el kedvenc ételeiket a fesztiválon. Az idén nevezett több mint 20 csapat közül Pátyod első alkalommal mutatta meg magát. Tavaly Tembo Miklós barátom meghívására kilátogattam a Böllérversenyre is. Azt láttam, hogy a mi térségünket nem képviseli senki. Aztán megbeszéltem a kis csapattal otthon, és úgy döntöttünk, hogy megmérettetjük magunkat. Úgyhogy eljöttünk ide Nyíregyházára, és megpróbálunk híresek lenni. Szabolcs-Szatmár-Berek határán is túlmutat a rendezvény színvonala. A romániai Kaplony csapata évek óta résztvevője a Disznótoros Fesztiválnak. Idén a legnépszerűbb csapat és a legjobb kolbász címét is bezsebelték a kaplonyi betyárok, akik rengeteg étellel várták a hozzájuk érkezőket. Hagyományos faluhoz híven böllérleves, aminek a neve Zsolti böllérleves, amit lehet látni, hogy egy magyaros ízzel felfűszerezett tésztával feldolgozott ennivaló, mellette egy töltött káposzta, az is egy székely módra, de viszont egy magyaros kaplonyi recept, és mellette meg egy töltött káposzta, ami meg saját készítésű. Az egész napos rendezvényről a népi játszóudvar és a busók sem hiányozhattak. A napot pedig a Balkán Fanatik koncertje zárta.